választók közül ma harmadikként átadandó díja az Országos Tudományos Diákkori Konferenciának ajánlotta a bizottság. Felkérem dr. Sondoli Péter Frissenkrém, a Médiszina díjas patológus professzor, az MTA rendes tagját rövid évet ismertését. Tisztelt díjazottak, vezérlősök! A tudományos diákkör ma már az egész Kárpát-medencében kiterjedően a felsőoktatás, tehetségnyújtás, értelmiségi, elégképzés legfontosabb formája. Ungarikum, amely tehetséges, alkotni vágyó fiatalok és az őket segítő irányítók közvetlenül